Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket! Ha ma velem tartanak az Aszcendensben, akkor megismerkedhetnek a Nagy Szent Bazil szerzetes rendel. Mazák Katalin szépségápolási tanácsokkal fog minket most is ellátni. Dr. Pál István segít, hogy ne felejtsük el nagyanyáink népszokásait, babonáit, hiedelmeit. Megtudjuk, hogy hogyan készülhetünk fel a megfázásos időszakra, valamint az ehhez kapcsolódó újféle sóterápiával is megismerkedünk. Kiderül, hogy milyenek a skorpiójegyűek, és megtudjuk azt is, hogy mit ígérnek a csillagok az elkövetkezendő hetekre. Tartsanak velem! Mária Pócson jártunkban bekopogtattunk a Nagy Szent Bazil szerzetes rend épületébe, és megismerkedtünk Teofán atyával, aki bemutatta nekünk a rend működését. Milyen feladattal és milyen céllal alakult annak idején a Nagy Szent Bazil rend? A Nagy Szent Bazil rend történetileg a keleti szerzetességből alakult, és tulajdonképpen, mint minden szerzeteses hasonló célokkal, célkitűzésekkel. A keleti szerzetességnek persze volt egy külön, sajátos lelkülete, ami egy erőteljesebben imádságosabb, talán befelé fordulóbb lelkületet sejtett, illetve abból ered. Miután az unió azonban megtörtént, és létrejött a rendi szerzetesség, tehát már ugye az uniót követően a nyugati típusú szerzetes rendé formálódott korábbi szerzetesek, főleg a jezsuiták reformjai hatására már nyugati típusú rendé formálódtak, erősebben bejött a bazita rend arculatába a pasztorális feladatok, és a kezdetektől fogva ezt itt Mária Pócson is ellátták, tehát ugye természetesen a kegyhely gondozása, az ideérkező zarándokok fogadása, a zarándokokkal való széleskörű foglalatosság, elsősorban persze lelki gondozások, gyóntatások, az itteni szertartások végzése, és már a kezdetektől a baziták természetesen iskolát is működtettek is. A település első iskoláját a Nagy Szent Bazil rend tartotta fenn egész a legújabb időkig, és nem csak itt, hanem környéken is ellátták az iskoláztatási feladatokat. Sőt, Pócson még középiskola is működött a Nagy Szent Bazil rend, jó voltából egy időben kántor tanárképző, és hát ezek voltak, mondhatom, a rendnek a arany időszaka. Ma milyen feladatokat lát el a rend? Hogyan zajlik egy hétköznap itt a rend életében? Ma is ugye, mint minden szerzetes rendnél, még ugye Nagy Szent Benedek, ahogy mondta, hogy óra et labora imádkozás, dolgozás, ez a bazilitákra is bizonyos értelemben igaz, a munka és az imádság kettőségében zajlik az életünk. Most kevesen vagyunk, ugye 1950-ben mi rendünket teljesen felszámolták, és bizony ezt a több mint 40 évnyi kihagyást, ezt a több mint 40 évnyi sivatagi vándorlást mai napig nem heverte ki a rendünk. Nagyon kevesen vagyunk. Erős a mi életünkben az imádságos lelkület, tehát a zsolozsma végzése az ugye napi több órás Istennek dicsőítő feladatot jelent számunkra, Isten dicsőítő feladatot jelent számunkra, és emellett kiki a maga részint a ház körüli részint pedig a kegyhelyből, legalábbis mi itt Pócson élő baziliták, a kegyhelyek kapcsolatos teendőket látjuk el, besegítünk. Az atyák természetesen a papi szolgálatban, gyóntatásban, szent liturgia végzésében. Mi laikus testvérek pedig hát kiki a képessége szerint. Én jó magam a monostor, illetve a Nagy Szent Bazil rend gyűjteményének a bemutatásával foglalatoskodom, ami hát egyben a kegyhely történetét is bemutatja, mert a kegyhely kincseinek a nagy része az itt a mi gyűjteményünkben található, és ezen kívül természetesen a belső kertünk gondozásán át a konyhaszolgálat mind-mind részét képezi a szerzetesi életnek. Itt egy nagyon szép kis belső kápolnában vagyunk. Ez minek köszönhető, hogy ez ide épült, hogy ez itt megvalósult? Ez a kápolna eredetileg a szerzetesi magánállítatosság céljait szolgálta. Ma mondhatom, ez a szerzetesi életünk lelki központja, de korábban 1950 előtt minden közös imát, a közös zsolozsmát mind-mind a templomban, a kegytemplomban végezték a szerzetesek. Innen a kápolna mögül indul az az összekötő folyosó, ami összekapcsolja a templomot a monostorral, és ezen a folyosón keresztül közvetlenül a templomnak a karzatára lehet jutni. És innen átsétáltak régi időkben szerzetesek,
és onnan a karzatról énekeltek, illetve onnan a lépcsőről közelítették meg a templomot, és hát az atyák pedig a szentélyben, ugye a szent liturgiát végezték. Ez a kápolna pedig egy egyszerű fehérre meszelt falakkal arra szolgált eredetileg, hogyha valamelyik szerzetes külön el akar vonulni, imádkozni magányosan, akkor legyen hova, egy méltó hely legyen kialakítva, egy egyszerű, de méltó hely. Ugye 1950 után a rend szétszóradtatott, és majd csak 90-ben, 91-ben indulhatott újra, és hát magát a monostor épületét is elég nehezen kaptuk vissza. Ugye ezt az épületet szociális intézetté alakították, az utolsó beteg csak 2000-ben költözött ki a monostor épületéből, a teljes nagyszabású felújítás csak azután indulhatott el. Ez a kápolna pedig 2003-ban került ilyen módon díszítőfestéssel el, szépen kifestve, akkori tartományfőnökünk Ábel atya gondos tervezése előzte ezt meg, hogy minden részlet hová kerüljön, és az ő elgondolásait, alapos tervezését, aki megvalósította fizikailag, az pedig egy román festő volt, Pascalo Mihály, aki már nem élt tragikusan fiatalon el, hogy néhány évvel ezelőtt, és 2003-ra viszonylag gyorsan ilyen formában elkészült a kápolna mindenki örömére és gyönyörűségére. És azóta a zsolozsmánk, a napi imádságunknak a jó részét azt itt végezzük. Ugye reggel 6-tól már kezdődik a reggeli imádságunk, az utrenyénk, ezt követi egy imaóra, majd pedig délben gyűlünk itt össze, akkor két imaórát végzünk el összevonva, majd közös ebéd lent az ebédlőbe, és délután gyűlünk itt össze, már csak akkor a rózsafűzért mondjuk el együtt, az esti imádsága, a vecsernye már a templomban zajlik jó ideje, korábban nem volt vecsernye a templomban még egy jó évvel ezelőtt, és akkor azt is itt végeztük a kápolnában. Az önök rendje az elsősorban férfiaknak nyitott rend. Vannak női baziliták is. Ők a tér túlsó oldalán élnek, a bazilita nővérek. Ők beteggondozással foglalkoznak elsősorban. Ők egy idősek otthonát tartanak fent. És hát ők maguk se fiatalok már, de az a, ha jól tudom, több mint 30, közel 40 idős hölgy, aki az idősek otthonához tartozik. És hát ők is most már megosztják persze ezt a feladatot. Egyrészt azért is meg kevesen vannak, másrészt már abból adódóan, hogy ők maguk is idősebbek, bizony egy profi személyzet segít nagyon erősen ebbe, tehát mind a konyhát, mind a betegek gondozásában már természetesen alkalmazottak viszik a munka nagyobb részét, és hát ők működtetik az intézményt, de maga az egésznek a hátterében a bazilita nővérek állnak. Ma sem maradhat el a szépségápolási tanács, amit ismételten Mazák Katalintól kapunk. Egy igen hasznos természetes pakolást ajánlasz ma a kedves hölgyeknek. Miből állítod össze? Aloe verából, kókusz sűrítményből és búzacsira olajból készül majd a pakolásunk. Ez mire lesz jó? Nagyon jó regeneráló, hidratáló és gyulladás csökkentő hatású. Miért van az, hogy a kezelés végén még becsomagolásra is kerül a kedves paciens? Azt pedig azért teszem, mert a hő hatására a pórusok jobban kitágulnak, és a hatóanyagok jobban mély rétegbe fel tudnak szívódni. Ehhez pedig egy ilyen hőtartó fóliát használunk. Egyébként elsősegélynyújtásokban is használatos fóliáról beszélünk. Tehát akár otthon is találhatunk ilyet, ha van elsősegélynyújtó dobozunk? Szerves tartozékát nem képezi, de olyan helyeken, ahol ezek a dolgok beszerezhetőek, ez a fólia is beszerezhető. Egyébként sima, más, normál fóliával ez nem hozza ugyanezt a hatást? A lufóliával is alkalmazhatjuk, hát ott is keletkezik egy kis hő és pára, illetve a folpakkal is helyettesíthetjük, hogyha szükséges. Külön meleget nem fog a folpak gerjeszteni, ahhoz érdemes még egy kis takarást alkalmazni. Milyen hatóanyagok és mit fognak kiváltani a bőrünkben? Az aloe veránál nagyon magas a hidratáló faktora, nagyon sok gyulladáscsökkentő anyag van benne,
és ezáltal nagyon intenzíven regenerálja a bőrt, egy hámképző hatású. Érdemes leégések után is alkalmazni, akár pakolásként, akár önmagában frissen a letört hajtásból nyert nedvet felhasználni. A kókusz pedig, a kókusztáj pedig ad nekünk egy zsír anyagot, ami nem túl zsíros, ezáltal nem fogja túlzottan zsírosítani a bőrt, de mégis nagyon kellemesen lágyjá teszi a bőrünket, simává teszi a bőrünket. Búzacsiraolajat használtunk hozzá, a búzacsiraolajról pedig azt tudjuk, hogy nagyon magas az E-vitamin tartalma, ezáltal egy intenzív bőrregedés gátló hatása van ennél az antioxidáns tartalmánál fogva, ezért érett bőröknél különösen ajánlott az alkalmazása. Ha visszanézünk az elmúlt néhány adásra, mindig olyan alapanyagokat használtunk, amik ehetőek, ihatóak, nyersen is, különösebb feldolgozás nélkül. Ez azt jelenti, hogy ha kívülről és belülről is használtuk ezeket, akkor nagyobb hatásfokot tudunk elérni? Természetesen a benne lévő hatóanyagok belülről is tudnak hasznosulni, tehát ha olyan jellegű pakolást használtunk, ami ehető, akkor a főzés során felhasználva ezeket, kimélő főzésmódokkal, hogy a vitaminásványi anyagtartalom az minél hatékonyabban megmaradjon, belülről is nagyon intenzíven tudják regenerálni a szervezetünket és feltölteni azt. Van-e a mai pakolással kapcsolatban még valami olyan tanács, amire érdemes a kedves nézőknek odafigyelni? Arra kell figyelni mindenképpen ezeknél a pakolásoknál, hogyha netán valakinek allergiája van bármely összetevőre, akkor azt az összetevőt mindenképpen ki kell hagyni, vagy kicserélni más összetevőre, illetve, mint minden natur frissen készített pakolásnál, arra kell figyelnünk, hogy amit nem használtunk fel, azt nem szabad eltennünk és újból használni, tehát ezek csak és kizárólag frissen, azonnalban használatosak. Milyen radírt alkalmaztunk? Búzadarát kevertem össze búzacsiraolajjal, és ezzel radíroztam át a bőrt. Miért pont búzacsiraolajjal lesz helyettesíthető bármilyen más olajjal, vagy ragaszkodnunk kellene ehhez? Bőrtípustól függ, érettebb bőröknél szeretem használni a búzacsiraolajat, de természetesen attól függően, hogy milyen a bőr állaga, milyen a bőrtípusa, változtathatunk az alapolajon. Most sem maradhatunk népszokások, babonák és hiedelmek nélkül. Természetesen, ahogy ezt már megszokhatták, dr. Pál István fog nekünk ebben segíteni. Most már lassan beköszönt a hideg. Milyen népszokások, babonák kötődnek ehhez az időszakhoz? Október azért érdekes, mert már valóban befejeződik mind az állatoknak a kint legeltetése, mind a megtermelt gyümölcsöknek a begyűjtése. Természetesen a szabadföldi növényeket azokat már hamarabb beszedték, vagy összegyűjtötték, a gabonára gondolok itt. A kukorica is nagy részt már befejeződik, a kukorica törése, és ezért inkább a pásztoroknak, juhászoknak a pihenéséről lehet szó. Ő hozzájuk köthető a vendel és a dömötör napja, hiszen azért fontos vendel és dömötör napja, mert a pásztorok ilyenkorra nagy részt már behajtották az állatukat. Október 20-a egyébként vendel napja, 26-a dömötör napja, nem választható el egymástól a kettő, hiszen mind a kettő alkalmat ad arra, hogy a pásztorok, juhászok kimulassák magukat, a jól eső munka érzéseként elmenjenek a csárdába, a kocsmába. Vendel azt mondja a fáma, hogy megtáncoltatja a juhászokat. Ez most nem a táncmulatságra értendő, hanem arra a tényre, hogy ilyenkor már általában hideg van kint a juhászoknak a juhaikkal, és ha magatarti juhászokról van szó, tehát akik a saját jószágjaikat nem hajtják még ilyenkor, mert nem gyűjtöttek elegendő térre való eleséget az állataiknak, akkor bizony kint tartózkodnak ilyenkor az állatokkal, de se az embernek nem jó, sem az állatnak nem jó, hiszen a juh egy olyan állat, amelyik nagyon érzékeny a hidegre, és úgy tartották, hogy ilyenkor annyira elvéknyördik a bundája vagy a gyapjúja, hogy szinte rögtön átázik, amikor az eső megjelenik.
Amit érdemes tudni még október végéről, illetve november elejéről, ami legjelentősebb nem ünnep, nem csupán ünnepnap, hanem emlékezet napja, ez a halottak napja, illetve mind előtte minden szentek, mivel ez egy olyan az egész családot összeverbuváló esemény, amit soha nem hagytak ki az emberek. Csak vallástól függően, illetve attól függően, hogy a Földnek mely területén történik a halottakra való emlékezés, más lehet a jellege. Mert míg Magyarországon a halottakra való emlékezés az egy szomorú eseményként járja át a hátramaradottakat, a visszamaradottakat, addig például, ha nézzük a filmeket vagy a televíziós adásokat, Dél-Amerikában, Mexikóban ez egy örömünnep. Amikor a család apraja, nagyja kitelepszik a temetőbe, táncolnak, énekelnek, esznek, isznak, ugyanakkor természetesen megterítenek a halottaknak, az Magyarországon sem, a magyarság körében sem ritkaság, hogy külön megterítenek az asztalnál az elhunytra emlékezve, és úgy érzik az emberek ilyenkor, hogy a halott lelke velük emlékezik, együtt van az egész család. Ilyenkor szoktak gyertyát gyújtani a katolikusok, a reformátusoknál egyáltalán nem volt szokásban a gyertya gyújtása. Ezeknek a szentelményeknek a tisztelete éppen a reformátusoknál egy olyan pont volt, amit kihagytak a felesleges rítust a vallásból, de a mai szokásokban már eltűnik ez a különbség a vallások között, tehát a reformátusok is, meg a nem vallásosak is éppen úgy emlékező gyertyát gyújtanak a halottaknak a tiszteletére, mint azok, akik mélyen vallásosak. November 11-e még olyan jellegzetes nap, ami az utóbbi időben egyre inkább előjön a szokásokban, ez pedig a Márton nap, Szent Márton napja. Természetes, hogy már többször elmondtuk, hogy Szent Márton miért érdekes személyiség a magyar hagyományban. Szent Márton Szaváriában, a mai Szombathelyen született, római katonává avanzsált, majd később túri katolikus püspökké választott személy volt, akihez kapcsolható a libáknak is, vagy illetve az ünnepnek a libás megjelenése, hiszen állítólag a hagyomány szerint Márton olyan szerény ember volt, aki nem akarta, hogy őt püspökké válasszák, ezért a libaólban bújt el az őt felkereső egyházi személyek előtt, de a libák hangos gágogása elárulták Mártont, hogy ide bújt, és ezkor kénytelen volt előjönni, és így választották meg püspökké. Na most nem bosszúból esszük a libákat ennek örömére, hanem talán örömünnepként is, hiszen ha a libák nem lettek volna, akkor Márton sem lett volna püspök, és utána nem lett volna szent. Az újbor ünnepe pedig azért jelentős, mert egyrészt a libasült után nagyon jól esik a bornak az ivása, másrészt pedig azért, mert azt szokták mondani, hogy a bornak Márton a bírája, tehát ekkora már kifor annyira az új bor, hogy élvezhető, fogyasztható, és ekkor már a gazdák egyike, másika megkínálja a pincéjéhez közeledőket, és így nagy ivászattal próbálják meg kiválasztani, kinek melyik a legjobb bora. És most pedig dr. Bak Judit segít nekünk felkészülni a megfázásos, taknyos, náthás időszakra. Hamarosan itt a megfázásoknak az idénye, hogy úgy mondjam, a szezonja. Mi az, amit tehetünk megelőzésképpen, mire figyeljünk? Nyilván, aki trüszköl, annak a közelében ne nagyon menjünk, és ne is látogassunk időseket vagy fiatalokat megfázva. Nyilván a szánk elé kell tenni a kezünket, és gyakran kezet kell mosni, azt hiszem ez az alapvető higiéni szabály. A másik dolog, hogy fel lehet készíteni a szervezetet azért a megfázásokra. Az immunrendszert vitaminokkal lehet erősíteni, tehát bármilyen típusú multivitamint, hogyha eszik az ember, akkor azért az egy komoly erősítése az immunrendszerének. A másikon megpróbálunk vitamint valamilyen más forrásból, például gyümölcsökből, zöldségekből bevinni. És hát nagyon jó népi praktikák vannak azért, ha már úgy érezzük, hogy benne van
az ember a korban, például a méz egy kis fokhagymával, amit én speciál meg nem ennék, de esküszöm rá. A másik pedig, hogy grapefruit cseppeket, vagy más hagyományos úton bevihető, tulajdonképpen antibiotikumokat vihetünk be a szervezet. Eddig a C-vitamin volt ugye a preferált vitamin, ugye változik a tudomány, történt-e ebben változás, vagy még mindig a C-vitamint ajánljuk? Még most is ezzel lehet a legjobban erősíteni az immunrendszert. Ha lehet, akkor 500, maximum 1000 mg-ot naponta vegyünk be. Többet viszont nem kellene, mert akkor követ csinálunk magunknak, és egyébként is a fölösleg az a vizelettel távozik, tehát túl sok értelme nincsen, de a C-vitamin a nyerő. Van-e olyan, amivel segíthetjük a C-vitaminnak a hasznosulását? Mert ugye a vitaminoknál is a minimum tillázs elv működik, tehát van-e, amit tehetünk, hogy még jobban hasznosuljon? Általában más vitaminokkal együtt tökéletesen jól felszívódik, vízben oldódó vitamin, tehát igazándiból nem kell hozzá semmi különleges, hogy jobban hasznosuljon. Nagyon jók az immunerősítők, tehát azok a készítmények, amik egy kicsit felkészítik a szervezetet erre az időszakra, de igazság szerint az ősz elején ezeket már el kell kezdeni szedni ahhoz, hogy valóban hatékonyak legyenek. A másik dolog, hogy pre- és probiotikumokat érdemes szedni, mert hogyha egy vírus megtámadja a szervezetet, ahogy visszaáll a normál flóra, egy picit az is segít. Milyen más egyéb szoktunk, ugye kamillával inhalálni, szokták a szalvuszvizet is ajánlani, sós fürdőt, kakukkfüvet, mi az, ami ezek közül valóban bevált, mit mutat a praxis? A sósvízes inhalálás mindig nagyon jó. A szalvuszvíz az egy csodálatos készítmény, és ezzel inhalálva nagyon jót tesz a felső és az alsó légutaknak, de tulajdonképpen bármilyen formában használjuk a sót, nagyon jól kihúzza magával a folyadékot, a nyákot, úgyhogy akár sósvizes orrcseppet használunk dugulás ellen, ordugulás ellen, akár sópipát használunk köhögésnél, vagy elmegyünk egy sóbarlangba, az tökéletesen megteszi a magáit. Ráadásul most már vannak olyan új eljárások, amik olyan pici mikroszemcsékre porlasztják a sót, ami valóban bemegy az alsó légutakba, orr melléküregekbe, és egy megfázásnál, egy arcüreggyulladásnál, egy kezdődő hörgő vagy tüdőgyulladásnál bizony-bizony nagyon sokat tud segíteni. Segít-e abban például a só, hiszen ez alapvető népi gyógymód, hogy ne essünk vissza hamar? Azért segít benne, mert gyakorlatilag kitisztul a szervezet, és hogyha nem pang a nyák a hörgőrendszerben, a felső légutakban, az arcüregekben, akkor kevésbé fertőződik felül, tehát egyszerűen nem lesz táptalaja a baktériumnak, és biztos, hogy sokkal ritkábban kapjuk el ezeket a kórokozókat, illetve hát nem lesz olyan táptalaja, ami szaporodni tud. Amint a fülorgégész szakorvos is említette, létezik egy újfajta sóterápia, ami nagy segítséget nyújthat a tüneteink kezelésében, ha megfáztunk, hogyha elkapott minket valamilyen légúti fertőzés. Hogy mi is ez és hogyan működik, ennek jártunk utána. Itt a megfázásos időszak. Mit lehet tenni, hogyha valaki szeretné elkerülni a nagyon megfázós, taknyos időszakot, mondjuk szedi a C-vitamint, és az önök terápiája hogyan tud neki segíteni? A legfontosabb az, hogy egy megfázásos időszakban ugye a letapadt nyákot nehéz felköhögnie a betegeknek, valamint ugye ez felelős a gyulladásért, és ugye a terápia ezt oldja fel a szervezetből természetes úton. És nagyon fontos az, hogy egy beiskolázási, valamint óvoda kezdési szezonban a gyermekek nagyon fontos, hogy a közösséget hogy vészelnek át. És a terápia hatása miatt ő nagy valószínűséggel betegség nélkül tudják átvészelni a gyermekek. Elkerülik ezek az alsó-felső légúti problémák ők. Hogyan történik a kezelés? El kell hozni a gyereket, itt marad vele a szülő, vagy a gyerekekkel foglalkozik valaki? 10 éves korig ugye szülőnek bennként lenni. Elérkezik hozzánk, ugye ingyenes kezelés az első. Ugye itt kipróbálják a közeget, megismerik, és amennyiben szimpatikus a dolog, akkor kitöltenek egy kérdőívet, valamint adunk nekik egy olyan lapot, amivel a szakorvoshoz vagy házi orvoshoz el kell menni, és azt kitöltve érkeznek vissza hozzánk. Ez azért fontos, hogyha egy akut gyulladás van a szervezetben, akkor ezt ki tudjuk szűrni az orvosok segítségével, és nem fog belobbanni a szervezet a terápia hatására. Tehát azért vannak ellenjavallatok, amit mindenképp be kell tartani a terápiának. Mi a tapasztalat? Az orvosok hogyan állnak hozzá ehhez az új terápiához? Nagyon komoly szakmai
munka előzi meg az egészet. Nagyon komoly kutatásalazat folyik az országban ezzel kapcsolatban, és ugye a szakorvosok már nagyon sok fórumon találkoztak, különböző szakmai találkozókon találkoztak van a terápiával, és nagyon-nagyon befogadóak voltak. Amellett, hogy szedünk C-vitamint, és próbáljuk erősíteni az immunrendszerünket, ilyenkor, ha már benne vagyunk a megfázásdiba, előbb menjünk el orvoshoz, és szedjük a gyógyszert, vagy gyógyszer helyett használjuk ezt a terápiát? Ezt mindenki maga dönti el. Semmiképp nem javaslom, hogy hagyják el a gyógyszeres kezelést. Ugye mi egy kiegészítő terápia vagyunk, tehát mindenképp ugye a gyógyszer megléte mellett kezelődjenek nálunk a betegek. Ő szakorvos itt is a véleményét kikéri majd a beteg a orvosainak, és ugye elmondják, hogy ez hogy lehet együtt szépen, eredményesen használni a terápiát. Tehát ha az orvos gyógyszert ír, be kell szedni, ha azt mondja, hogy nem kell gyógyszer, csak vitaminok, akkor... Persze, ezt nem mi döntjük el, mi egy lehetőséget adunk az embereknek, és ők döntik el, hogy melyik mellett maradnak, és melyiket használják. Van-e, akinek nem ajánlott ez a kezelés? Természetesen vannak ugye ellenjavallataink, amivel a szakorvosaink, házi orvosaink tisztában vannak, és ugye ők ennek alapján végzik el majd a vizsgálatokat, és mindenképp ugye erre felhívják majd a figyelmet a betegeknek. Nagyon kevés az, ami igazából itt szóban jöhet, akut gyulladások például, ami miatt nem javasolt a terápiákat használni. Van önöknek kifejezetten olyan szakorvos, akihez elküldik az érdeklődőt, vagy pedig bemegy a kórházba, és ott már a szakorvos megmondja, hogy jöhet önökhöz, vagy nem? A megyében, Nyíregyházán ő nagyon sok partnerorvosunk van, akihez már el lehet menni, akik tudnak a terápiáról. Természetesen ugye folyamatosan építjük ki ezt a rendszert, de legpraktikusabb, hogyha már egy olyan orvoshoz mennek a betegeink, akik tudnak mindent ezzel kapcsolatban. Tehát ha valakinek biztos tipp kell, akkor tudnak benne segíteni, hogy itt a lista, hozzá ők lehet. Így van, ők felkészültek, mindenről tudnak, és ebben tudnak segíteni a betegeinknek. Most pedig hallgassuk meg, mit üzennek a csillagok az elkövetkezendő hetekre, valamint, hogy milyenek is a skorpió jegyű emberek. Kos, legyen figyelmesebb, apró jelek mutatják, hogy merre lenne ideális haladnia. Bika, sok gondolkodás után itt egy új kezdet, vágjon bele, nehézségekre azért számítson közben. Ikrek, higgyen kicsit jobban magában, és ne legyen lusta, sikerekkel hálálja meg a sors. Rák, annyiszor elindult már a legfontosabb célja felé, de valami mindig eltérítette, most ne hagyja magát. Oroszlán, még mindig nem pihente ki magát, pedig most néhány görbe estére lesz hivatalos. Szűz, nem szabad semmit sem septében elintézni, most minden többször fontoljon meg, mert sokkal jobb megoldást is találhat. Mérleg, az ideális időszak még kicsit elhúzódik, használja ki a lehetőségeket. Skorpió, boldog születésnapot, most aztán zenitjén lesz minden energiája, és a magánéletben is jelentős sikereket érhet el. Nyilas, másoknak evidens, amit önnek még magának sem sikerült beismernie. Bak, sok lehetőség veszi majd körül, ügyesen kell lavíroznia minden területen, hogy a legtöbbet hozhassa ki belőlük. Vízöntő, miért ragaszkodik annyira olyan álláspontokhoz, amiben ön sem érzi jól magát? Változtasson! Halak, lenne most ideje kicsit pihenni, de mindig csinál magának programot. A skorpió nehéz jegy, mert túl sok rosszat mondanak róla. Bocsánat, én tudom, hogy ön az. Nem azért mondom. Szeretem a skorpió típust. Én magam a bika jegyében születtem, bika napom van. Megtalálnak a skorpiók, és imádnak nekem ellent mondani, velem vitatkozni. És mind a ketten élvezzük a vitát. Szóval a skorpióval az a baj, az kelti a rossz hírét, hogy a legérzékenyebb típus. A másik 11 jegy szülöttje észre sem veszi az olyan megjegyzést, ami a skorpióba tüske marad. Megbántódik, sérülékeny, a szerelembe féltékeny. Ráadásul a bika és a skorpió a két legféltékenyebb típus. Ennek a két jegy szülötteinek nem lehet azt mondani, hogy ne törődj vele, nem szappan, az nem kopik. Ezt nem lehet.
A két legféltékenyebb típus, tehát a skorpió sérülékeny. Ha nem bántják, a legjobb életszerető, nem ember, minden élet. A skorpiók között találjuk a legtöbbet, aki vigyázz, hogy el ne tapusson egy bogarat. Ennyi fért mai műsorunkba, én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, várom önöket legközelebb is itt a Kölcsei Televízió Ascendens című műsorában. Addig is vigyázzanak magukra, a viszontlátásra!